36 férőhelyes ez az ápolást, gondozást nyújtó idősek szociális otthona. A tavalyi évben uniós támogatásból felújították az épületet, a tervek szerint pedig a jövőben 10 férőhelyet is bővíthetnek, mert igény van rá. Az intézmény a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központhoz tartozik, amely a városban a szociális feladatokat látja el, koordinálja azokat. A közférában, a szociális ágazatban dolgozók alulfizetettek voltak, fizetésük kiigazítást kívánt, amely 2015. júliusában egy kiegészítő bérpótlikkal megtörtént. A központi költségvetés egészen tavaly évvégéig finanszírozta a kiegészítést, amely átlagosan bruttó 16%-os béremelést jelentett. A szociális bérpótlék engem személy szerint pozitívan érintett. Én 2009-ben végeztem Debrecenben szociálpolitikát az egyetemen. Ahhoz képest a bérem majdnem ugyan annyi volt előtte, mint egy szociális munkás végzettségűnek. Egyébként is már 35. éve dolgozom, tehát már elég idős vagyok ahhoz, hogy kevés pénzből úgymond megéljek. Engem pozitívan érintett, nekem, hogyha mondhatok összeget, egy ilyen 31 ezer forintos bruttó összeggel változott a bérem. A szociális szolgáltatásokat végző intézményeknél egyre több a diplomás szakember. Az ágazatban is szükség van az életpálya modell kialakítására. Az a táblázat, amit mi megkaptunk, abban az szerepelt, hogy mindenkinek a közalkalmazotti táblázat alapján, a jogviszonyban eltöltött ideje alapján és az iskolai végzettsége alapján mutatja, hogy mennyivel emelkedik a jövedelme. És itt, amikor megállapították a kollégák ezt a táblázat alapján mutatott egységet, akkor azt láthattuk, hogy azért nem egyforma mindenkinek, amennyi a növekedés, de mégis a növekedés aránya örömet jelentett mindenki számára, mert mi a szociális szférában eddig jellemzően nem voltunk túlfizetett ágazat, és mindenki örül annak, hogyha valamennyi kis pótléka legalább emelkedik a fizetése, és hogy ez most 2016-ban tovább folytatódhat, ez mindenki számára örömet jelent. Idén januártól a családsegítést és a gyermekvédelmi feladatokat összevonva egy szolgáltatási egységként végzik a központok. A szociális szférában egyre több területen szükség van jól képzett szakemberekre, ezért oktatásukra időt és anyagi támogatást kell fordítani a jövőben, mondta el az intézményvezető.